Örülök, hogy ez az ötödik vágta itt Heves Alatkán a Kasper lovastanyán ismét jól alakul. Volt olyan nevező itt Hevesen, aki a Székely vágtán is indult, és ott nem jól szerepelt, és jött Hevesre. Úgyhogy nagy örömmel üdvözölték az erdélyi testvér indulót. Volt már olyan lovunk az elmúlt években, akik mondjuk már a középfutamba bejutottak a Hősök terén, de még mindig szerettünk volna egy kicsit jobb versenyzőket, és ez most így jött ki. Én remélem, hogy a hevesi ló és hevesi lovasa az egészen a döntőkig, a nemzeti vágta döntőig el fog jutni, és minél jobban fog majd szerepelni. Ugye már eleve lovasok vagyunk, szeretjük a lovakat, a gyorsaság, a győzni akarás, és annyi ember előtt képviselni a településünket, az egy olyan érzés, amit nagyon nehéz megfogalmazni, és nem is próbálkoznék vele, egyszerűen nagyon jó. Ebben a térségben rengetegen foglalkoznak lovakkal, mind fogathajtással, mind pedig díjugratással, egyéb versenyekkel. És ez egy ilyen különlegesség tulajdonképpen, hogy láthatunk lovakat versenyezni, méghozzá olyan jó képességű lovakat, amelyik utána megállják a helyüket fönn Budapesten, a nemzeti vágta döntőjében is akár. Jó eredményeket szoktunk mindig elhozni ez a térség, bízunk benne, hogy fönn a vágtán a hevesi ló megint csak megállja a helyét. Illetve hát a műsorok, amikkel a város készült, egy olyan jó megszervezett műsorok, például Edda koncert, hogy akkor konkrétat is mondjak, ami nagyon sok embert vonz. Ez nem csak helyi program. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a térségi településeken kívül még akár 50-100 kilométerről is jönnek olyan érdeklődők, akik megnéznek. Mi nagyon büszkék vagyunk a helyre is, erre a lovastanyára, Alatkára, magára, Heves városára és a térségre. Az előfutamnál úgy éreztem, hogy kicsit lazára vettem a dolgot, nem lovagoltam a lovat eléggé, de a döntőben úgy érzem, hogy sikerült összekapnom magamat és egy jobb eredményt elérni. Ezt a ló tudta, ő nyerni jött ide, és akart, és küzdött, és ebbe csak segítenem kellett. És ő nagyon akart, nagyon motivált volt, nem kellett nekem rávenni arra, hogy akarja, ő magától tudta, mi a dolga, mert versenyló. Mindenkinek szeretném megköszönni elsősorban Petrik Tamásnak, hogy lehetőséget kaptam ezt a lovat lovagolni, mert hihetetlen, fantasztikus, ami történt.